Újra itt vagyunk, újra mi vagyunk, újabb Fotosport Podcast. Mi a mai témánk? Hát, és újra utazunk, mert hogy ez lenne a mai téma, és az ezzel kapcsolatos logisztikai kihívások, meg teendők, meg ötletek, ami hát azért nem mindig egyszerű. Úgyhogy nem tudom egyébként, hogy nektek van-e valami olyan kalandotok, ami ilyen utazáshoz köthető, vagy emlékezetes eset, vagy nagyobb szívás, eltekintve a 15 órás buszúttól. Igen. Hát van, fogalmam sincs, hogy ezt elmondhatom-e, de elmondom. Most kezdődik. Igen. Tavaly volt egy meccsünk, ami Frankfurtban volt, és ott az volt a sztori, hogy a pálya annyira felázott, hogy azt mondták, hogy nem mehetünk játszani, és ez amikor indultunk, előtte lévő éjszaka derült ki, hogy lehet, hogy nem utazhatunk. És hát mi ott így dilemmáztunk, hogy mi legyen, hogy legyen, és kb. Csak a szűk stáb tudta, hogy hát nem biztos, hogy indulunk, meg hogyha megyünk is, akkor sem, mert hogy fél után vissza kell fordulni, mert nem tudnak minket fogadni. És hát végül elmentünk, és volt is meccs egyébként, de ott az nagyon egy ilyen stressz helyzet volt. Én lementem Fehérvárra ugye előző este, másnap 15 órás utat tettünk meg ugye Frankfurtba, és hát néhány óra alvással szálltunk fel arra a buszra, miután mondták, hogy na jó, gyertek el, de nem tudjuk, hogy mi lesz. És erről a srácok semmit nem tudtak. Úgyhogy szerintem a mai napig nem tudják, úgyhogy... Most már tudjátok, hogy majdnem nem mentünk Frankfurtba, úgyhogy nekem ez volt, ami ilyen nagyon-nagyon kalandos sztori. Dávid, te? Neked volt valami? Ennyire nem rémlik, de ahogy belemegyünk a témába, biztos előjönnek ezek a sztorik. A nagy kalanda Viktor az mit biztos. Az biztos. Mindig szokta írni, hogy mikor, hol tűnt el a csomag, hol késett a minden, igen, hol éjszakázott váratlanul. Nem olyan veszélyesek ezek, de ugye ez a fotós felszerelés, főleg a repülős utak azért azok elég kalandosak tudnak lenni. Én nem, most igazából két ilyen nagyon rossz példát tudnék mondani, ami így történt velem, meg a fotós cuccal, ebben mondjuk egyet mondok. Az Dohába volt, és két nappal előtte Bécsbe simán becsekkolták mindenemet, és nem volt gond a kézipoggyásszal se. Dohába viszont úgy találták, hogy ez túl nehéz, ami egyébként tök igaz, mert 8 kiló helyett volt 20, vagy tehát valami ilyesmi, normál fotóstáska, és ott nagyon ragaszkodott ahhoz, hogy már pedig ez sok. És hát elkezdődött ugye erről az alkudozás, hogy hát ezt feladni nem lehet, munkaeszköz, nem tudjuk máshogy megoldani, és akkor végül is jött a supervisor, aki mondta, hogy hát itt semmi probléma, hát ő tudja a megoldást, tökéletes, mentünk. Kiderült, hogy a megoldás az, hogy vegyek egy jegyet a hátizsákomnak is. Ez egy ilyen Doha-Szöul járat volt. Másik hölgyöt bepötyögte, kihozták, hogy nem emlékszem pontosan, de azt mondom, hogy 1600 euró erre az egy útra. Mondtam, hogy ez remek lesz, de még mielőtt tudtam volna szólni, hogy a hölgy mondta, hogy hó, de hát van egy kis probléma, mert hát, hogy ezt a jegyet nem lehet úgy megvenni, csak úgy utólag, hanem ezt csak együtt lehet venni a saját jegyemmel. És akkor mondta a szupervezet, semmi probléma, uram, hát töröljük a jegyét, és akkor vesz egy újat magának, meg egyet a táskának. Kiszámolták 3000 euró, mert hát ugye a táskának nem kell feltétlenül reptéri illetéket fizetni, de tényleg a pontos számokra nem emlékszem, de hogy ilyen iszonyat, ilyen millió forintos nagyságrendnél jártunk. És akkor ott hirtelen arra nem nagyon lett volna megoldás, ha nincs baromi nagy szerencsém, hogy nálam volt a nyár közepén a téli síjackim, és annak a zsebébe akkor elkezdtem átpakolni a cuccokat, és... És akkor ez persze egy újabb vitát szült, hogy akkor ez most egy második kézipoggyász, vagy nem ez a kabát, de hogy egy ilyen, tényleg egy szerintem másfél óra alkudozás után jutottunk el odáig, hogy akkor felengedtek a repülőre, ami azért nem volt egy ilyen jó szituáció. Másik egyébként az meg Tel Avivba volt, ott meg azzal voltam súlyosbítva, hogy Isztambulba repültem onnan, és hát ott nem olyan jó a két ország között a viszony, és ott ugyanez. De ott még ez a kabátos megoldás sem működött. Tehát, hogy ott végülis az lett a megoldás, hogy akivel együtt utaztam, az ő hátizsákjába tettünk át dolgokat.
Amit egyébként egy repülőtéren szigorúan tilos, tehát hogy más cuccait vinni sajátodként, de azt mondták, ez így jó. Úgyhogy hát nekem voltak már ilyen tapasztalataim, úgyhogy ezért is gondoltuk, hogy talán ilyesmiről is érdemes lehet beszélni, hát ha ezzel tudunk egy pici segítséget adni, hogy ezt az utazással kapcsolatos, fotósként utazással kapcsolatos dolgokat próbálnánk körbejárni, de egyébként lehet, hogy egyszerű más típusú utazásokhoz is lehet ebbe hasznos információ talán. Nekem ilyen reptéren fotós cuccal ilyen szerintem 10-ből 8-szor szétszedik teljesen, de minden darabjaira és keresik, hogy hol a bomba. A másik verziómak, hogy semmivel nem foglalkoznak, és csak menjen tovább. Volt olyan, hogy benne hagytam a laptopot a táska hátuljába, és hát ugye a laptopot azt ki kell venni külön, mert különben nem tudják átvilágítani. És akkor mondta ott a biztonsági emberke, hogy hát hogy laptop van benne, és akkor mondtam, hogy ja igen, az van, de hát mondom, van még ebben ezer technika, mi az, amit szétszedjek, és akkor maceráltak, hogy hát akkor jó, akkor nézzük meg. És akkor már tényleg olyan szinte, hogy már így tartottam így a kezembe az objektívet, és mondta, hogy hát akkor azt még szét kell szedni. De mondom, ezt már nem lehet szétszedni, ez így egy darab. De hát akkor ez hogy van? Hát akkor átvilágítjuk. És akkor utána még jött ez a, maszatolják a kendővel, nézik azért, hogy akkor hol a bomba, de tényleg volt olyan, hogy az utolsó a memóriakártya tartó kis tasakot még kinyitogatta és átlapoztatta velem, hogy mi hol van. Tehát volt ilyen, aki teljesen szétszette, de volt itt a 10-ből 2, az meg olyan, hogy akármit benne hagyok, akkor is csak átvilágítják és megy tovább. Ez érdekes, mert nekem ott a security checknél ott általában nem volt probléma. Nem, ott nekem mondom, 10-ből 8-szor, hát úgy, hogy darabjaira szedték és mindent átkentek ezzel a... Legutóbb, ami volt, az Szaúd-Arábiában, amikor megérkeztem, és nyilván ott befelé is átvilágítottak, és egyből, hogy akkor drón van, nincs. De hogy akkor ez drón? Nem drón. De hogy akkor drón van nálam? És ez hosszú percekig ment, amíg elkérték végül a vízumomat, és ez egy kormányzati vízum volt. És ez meg, további utat. Tehát, hogy de hogy ott a drónra ott nagyon ráfeszültek. De máshol egyébként ilyen security check-es nem volt, csak ez a kézipodgyász súlya, ez volt a probléma, de itt mondjuk Ferihegyen, itt volt olyan, hogy a hölgy az itt csak így kinézett, így a hátizsákomra, így egyből látta, hogy az micsoda, mondta, azt nem is kérdezem. És akkor mondtam, hogy köszönöm, tehát, hogy így mindkettőnknek talán egyszerűbb a dolog. Ja, de hogy azért voltak izgalmas kalandok, és egyébként azért fontos szerintem ez a téma, mert hogy volt erről egy blogbejegyzésem is, és kaptam olyan visszajelzéseket, hogy hát én már rengetegszer utaztam, sose volt ezzel gond. És nekem is kétszer volt ezzel gondom eddig, nem tudom, szerintem 150 repülésem biztos volt, kétszer volt ezzel gond, de hogyha az ember dolgozni megy, meg szerződése van, akkor szerintem ez para. Tehát, hogy az a kettő is túl sok, és ezt valahogy meg kell próbálni megelőzni, hogy ezzel ne legyen gond, és érjünk oda időbe, és érjen oda a cucc is, és minden rendben legyen. Tehát igazából itt az egy is túl sok. De akkor mi az, amivel be tudod magad biztosítani, amikor mész repülővel sok cuccal, mert azért ez sok cucc, nehéz cucc, túl vagy a súly limiten. Mi az, amivel mégis azt tudod mondani, hogy garantáltan bármi történik, és akármilyen hangulatában kap el téged a biztonsági őr, akkor fixen átjutsz. Hát egyre ezt jobban azt hiszem, hogy garanciák itt nincsenek. Főleg ez az izraeli eset volt az, ami erre rávilágított, hogy hát én próbálattam őket meggyőzni, hogy semmilyen szabályzatban nincs az benne, hogy a kabátja az embernek hány kiló lehet. Ők ezt nem fogadták el. Most nyilván, hogyha egy supervisorához eljutottunk volna, akkor lehet, hogy meggyőzzük, de nem biztos. Amit én most azóta csinálok, hogy ezt a kabátomat, én ezt általában így a vállamon vittem eddig magammal, és akkor, hogyha ilyen szituáció volt, akkor átpakoltam. De most már azt csinálom, hogy mielőtt oda megyek a check-inhez, akkor amit tudok, azt bepakolok a zsebekbe, tehát két váz, objektív, kis objektívek, stb., és akkor tényleg próbálom a súlyt minimalizálni, és már úgy megyek oda, hogy akkor az ne látszódjon, hogy mit pakolok. Ennél többet igazából nehéz tenni a siker érdekében.
mondom, ez ilyen 150 repülésből végül is mindig megoldódott a dolog, csak kellemetlen az, amikor ez ilyen nehezen oldódik meg. És vannak egyébként rá elvileg működő megoldások, tehát például az is egy működő megoldás, hogy veszünk egy helyet a táskának. Tehát ugye zenészeknél ez jellemző, mit tudom én, egy csellót, hogyha valaki visz, azt odaülteti maga mellé. De hogy ez nagyon körülményes ezeket megvenni, ezeket a jegyeket. Költséges is, az igaz, de hogy inkább körülményes, mint költséges, vagy legalábbis ahányszor én próbálkoztam ezzel. Nem, tehát nem az van, hogy akkor veszek kettőt és beírom, hogy hátizsák a második nevé, az úgy nem elég. Úgyhogy ez nem annyira járható út. És akkor itt most csak ezt így feltérképezem, mert én kíváncsi vagyok, hogy hogyan lesz, hogy akkor veszek egy személyi jegyet, és akkor ott megadok mindenféle adatot a cuccomra, vonatkozom, vagy hogy néz ki, mennyire szigorú ennek a... Alapvetően kettő jegyet veszel ilyenkor, de hogy ez légitársaságonként nagyon eltérő, hogy ezt hogy veszed meg. Van akinél, meg van az, hogy milyen nevet kell beírni, és akkor abból látszik, hogy ez egy csomag lesz. De általában ezeket online megvenni nem is nagyon lehet, vagy szerintem nem érdemes, hanem inkább telefonos jegyvásárlás, ami még egy létező dolog manapság, de hogy ott lehet egy ügyintézővel lebeszélni, és akkor ő meg tudja nézni, hogy van-e ilyen hely, mert az sem biztos, hogy hiába van a repülőgépen, lehet, hogy ilyen hely már nincs. Tehát azt ő meg tudja mondani, hogy tud-e egyáltalán ilyen jegyet eladni. Nyilván más lesz ennek az ára, mert hogy repülőtéri illetéket, biztonsági ellenőrzést nem kell rá kifizetni, nem sokkal lesz olcsóbb. Tehát, hogy nem tudom, legutóbb, mikor néztem, akkor mondjuk 100 lett volna az én jegyem, és 80 lett volna a táskáé, vagy valami ilyesmi. De hogy ez tényleg légitársaságunként eltérő, tehát ilyenkor szerintem érdemes a telefonos ügyintézőt fölhívni, és ott megpróbálni, de azt gondolom, ez az utolsó lehetőség, vagy nem is tudom, de nem szokott jól működni ez a dolog. És amit mondta, hogy kabátba pakolsz, ez teljesen jól működik? Ezt így elfogadják a reptéren? Azért hát, látják, gondolom, hogy te nem pakolva. Van olyan kollégám, aki azt vallja, hogy ő magára aggat mindent. Aha. Tehát, hogy látszom, hogy ő egy fotós, hogy az nincs a táskájába, és akkor a 402-8-tól kezdve minden magára lógat. Azt mondja, hogy működik. Én nem tudom, hogy ez hogy működik, de hogy elvileg azt mondja, hogy ez működik. Ez a kabátos dolog is azért. Volt olyan, hogy egy kamerát leszedettek a nyakamból. Simán a nyakamban lógott egy fényképező, és mondták, hogy az vedd le, mert hogy ez olyan része, ahol nem lehet fotózni, és hiába mondtam, hogy én itt nem fotózok. Kint fotóztam, és még a nyakamban maradt. Nem lehet, vedd le. Az a probléma ezzel. Hogyha itt mint a karácsonyi fa fölaggatva megjelennék, és nem szólnának érte, de... Nem tudom, neki ez működik. De hogy tényleg erre igazából tuti megoldás nincs. Tehát tényleg ez ezzel a probléma, hogy tuti megoldás nincs rá. Csomó mindent csinálhatsz még. Vehetsz bizniszjegyet például. Az ugye két táska, tehát két kézi táskát jelent, ami azért már egy baromi nagy előny, meg ott tényleg nem foglalkozik vele senki, tehát ott nem fogják nagyon megkérdezni ezt. És egyébként erre ugye azt gondolnánk, hogy jó, de hát az mennyibe kerül, és nem feltétlenül annyiba. Tehát, hogy olyan is van, akár abszurd helyzet, de olyan is van, hogy egy bizniszjegy olcsóbb, mint egy turista. De olyan is van, hogy minimális a különbség, és ha még vennék egy plusz podgyászt mondjuk hozzá, ami ezen a problémán egyébként nem segít semmit, akkor is még, tehát akkor már több lenne, mint hogyha egy bizniszjegyet vettem. Úgyhogy szerintem ezt, hogyha ilyen helyzetben vagytok, akkor azt mindenképp nézzétek meg, hogy mi annak a jegynek az ára, és lehet, hogy simán megéri azt venni, mint egy turistát. És akkor nagyon sok kötöttség megoldódott. Így van. Ettől független azért van egy súly, meg egy méretlimit, mert nyilván, hogyha az ember autóval meg busszal megy, akkor az sokkal lazább, de hogyha repül, akkor ott van a súly és méretlimit. Hát ebből a súly a para. Igen. Vagy hogyha három táskába férsz bele, az se jó. Hát igen, az nem működik valóban. Az nem működik valóban. Igen, tehát itt muszáj. A kompromisszum, hogy mi az, amit otthon hagysz, és mi az, amit nem hagysz otthon. Igen, tehát én is tipikusan az vagyok, aki mindent is szeret magával vinni, mert lehet, hogy jól fog jönni. Ez jó jön, igen. Így van, lehet, hogy hazahozom úgy, hogy hozzá se nyúltam. Hát nehéz, ugye azt szoktam csinálni, hogy ami
tényleg eszenciális, azt a kézipodgyászomba teszem, meg ami drága. Ami mondjuk olcsóbb, és ha mondjuk eltűnik, attól még a munkát meg tudom csinálni, az lehet, hogy megy a feladatba, de azt nagyon meg kell válogatni, hogy mit tesz bele az ember, mert milyen fotós beszerelés, ami olcsó és eltűnhet? Hát mit tudom én, egy Magic Arm. Nem olcsó, de hogy nehéz. Ha eltűnik azért, összetörni nem tud, ha eltűnik, akkor azért megoldható a dolog, vagy mit tudom, oda szoktam betenni, tehát egy töltőt rakok a kézipodgyászomba, meg még kettő, vagy hármat a feladatba, mert ugyanazzal töltöm a gépet, a telefont, a notebookot, a mindent, tehát ugye ez egy töltőt használok mindenhez, egy legyen mindenképp nálam, másik három az pótolható, hogyha gáz van. Nem tudom, monopodot szoktam még belerakni, távoli gépnek az optikáját, egy régi 8200-at, ami nem egy olyan nagy érték, és hogyha most nincs fölülről, akkor nincs tragédia, hogy ilyesmi. De ugye azt nagyon meg kell nézni, hogyha mondjuk erre van is utasbiztosításotok, hogy ez mit fedez, mert általában nagyon keveset, tehát hogy mondjuk azt mondja, hogy 500 ezer forintig van biztosítva a podgyászod, az jól hangzik, de ebből lehet azt mondja, hogy tárgyanként limit 100 ezer forint. És akkor az egy Magic Arm az belefér, egy régi 8200 talán belefér, de hogy egy 500 ezres tételt belerakni, azt meg nem lehet. Ja. Úgyhogy ezt jól össze kell ilyenkor válogatni. Tényleg a nehéz dolgokat, meg az olcsó dolgokat szoktam ugye belepakolni. Hát meg ami ugye igen, a dobálást is bírja, és akkor a többit azt meg próbálom. Ugye próbálok általában mindig kisebb táskákat venni, tehát hogy nem a maximum méretet, hanem az egy számmal kisebbet, hogy ne legyen olyan feltűnő a dolog. De nyilván aki ott dolgozik, az tudja, hogy ebben mi van. Tehát azért olyan nagy csodák nincsenek. Még a táskára kívülről objektív tokkal megspékelve. Még olyannal jutottam át, hogy azzal még egy-két plusz dolgot el lehetett vinni. De egyébként így a súlyjal nem volt nálad semmi probléma? Vagy? Súlyan nem akadtak fönn rajta soha, bár azért kaptam már érdekes tekinteteket, amikor a tényleg nagy hokis cuccokat pakolták föl a szalagra, és írta ki, hogy 17-18 kiló, mit tudom, előtte mindig mérik a felszerelésmenedzserek, mérik a táskákat, hogy kinek több, kinek kevesebb, és akkor még ott matekoznak egymás között, hogy szépen mindenkinek ez a 17-8 kilóra essen be, és akkor jók vagyunk. És amikor föltettem a fotós cuccat, akkor a sokadikként a sorban, akkor egy hasonló súlyt írt ki a gép, és így a nő csak így kinézett így a pultból, hogy de hol a nagy táska, és mégis kiírja neki a súlyt, hogy akkor ez mi az, és így nézi a kis táskát. Azt mondtam, hogy nyugi, ez csak az kézipodgyász lesz, az nem kell törődni. Apróság. Igen. De fönnakadni szerencsére még súlyan nem akadtak fönn. Szerencsés. Igen, mindig a biztonsági ellenőrzésnél is mindig próbálok nagyon légiesen, könnyen fölrakni, mert azért dobnám a táskát, akkor azért lehet, hogy oda néznének jobban, de feltűnésmentesen átsúrrenni. És egyébként ilyen autós, meg buszos út nálad, ott mit visztek? Ami van. Házat. Amit érek én. Házat, kutyát. Mindent. Igen, ott nekem is ilyen, van egy csomó ilyen art filterem, amit egyébként nem szoktam soha használni. Azt is beledobom a hátizsákba, az is jó lesz, vagy bőrönben, amivel éppen utazok. Mindent, amit érek, mert ott igazából elbírja a busz, úgyhogy miért ne? Én most, amikor voltam még legutóbb a két VB-n, nőin, férfin, akkor ott pont egy ilyen jó kis kocsikázós út lett, hogy Ausztria, onnan Olaszország, és akkor úgy onnan vissza. És saját autóval mentem a csapat után, hát így egyedül autóban volt egy csomó helyem, az elbírja. A csomagtartóban annyi fotós tudsz volt, hogy a ruhás táskámat az már csak hátsülésre ment. Mindent. Ami volt, az mindent. Hát én nekem kombim van, de mikor még elmegyek Debrecenbe 10 napra fotózni, akkor hátsülések lehajtva, és tartalék kábelnek is a tartalék kábelje ilyenkor jön. Igen, azok mennek. Minden. Igen. Hát én most vittem két hosszabbítót, hogy legyen.
Egyébként mert, ez nagyon praktikus tud lenni a hosszabb. Igen, mondjuk kellett is, tehát egyébként kellett az egyik, de beraktam kettőt, hogy az a biztos. És ott is vannak konnektorok a médiaszobában, de mi van, hogyha kell? Mert tavaly viszont tényleg kellett. Igen, az meg a másik ugye szálláson tölteni aksikat, meg laptopot, meg telefont, általában nem tudom, kb. Két konnektor van a két éjjeli szekrény mellett. És ott is tök praktikus, igen. Volt ilyen, hogy kevés volt a konnektor a szobában, és akkor a fürdőszobába kellett már valami aksit töltenem, és akkor általában azt mondja, hogy nem, berakok a cuccba egy konnektort, vagy egy elosztót hosszabbítod. És akkor ezzel megvan oldva, úgyhogy azóta az fixen így a ruhák mellé, az be van dobva. Olcsó strapabíró mehet a ruha mellé. Az oda való, az oda való. És egyébként, hogy a busszal mész, te fölviszed magaddal a buszra, vagy berakod alulra? Hát tavaly az volt, hogy egy hátizsákkal utaztam, és ott nem mertem lerakni a felszerelés közé, mert hát tehát egy ilyen vászonszerű anyagból készült Nikon hátizsákon volt a Sony cuccaimhoz, és ott így szorongattam magamhoz, és nem mertem lerakni, viszont most már van egy nagyon jó bőröndöm, köszi Fotoplus, és most így abba pakolgattam bele, és most, hogy utazunk busszal, így most már azért biztonságosan le tudom tenni, és tudom, hogy nem fogja szétverni a felszerelés, az objektívet, mert a srácok felszerelése nem az enyém, úgyhogy most így, igen, de egyébként félve így is, mert ki tudja, de azért biztonságosabbnak érzek egy kemény fedeles bőröndöt, úgyhogy ja. És nem tudom, mondjuk mikor ti mentek repülőtérről busszal, vagy nem tudom, csarnokhoz, tehát te lerakod? Mert nekem van ilyen parám, tehát én általában fölviszem magammal a buszra, mert hogy mit tudod, ott pakolja be mindenki, ott őrizetlenül nyitva van a busz oldala, nem tudom, tehát én inkább fölviszem magammal, és akkor ott szorongok egy ülésen a táskával együtt. Hát a hokis cuccok annyira sok helyet el szoktak lenni a buszban, hogy gyakorlatilag tele van a csomagtér, de még van, hogy a nevezük kézipodgyásznak a kis táskájukat, amiben még valamennyi ruhájuk is van a hokis cucc mellett, már sokan azt is fölviszik. Úgyhogy sokszor fölviszem, ha olyan busszal megyünk, aminek van hálófülkéje, akkor oda szoktam berakni. Akkor megbeszélem a buszsofőrrel, hogy akkor oda berakom. Puhágyikóban utazik a fotós cucc, és akkor az úgy mindenkinek jó. Ott nagy baja nem esik. Igen. Viszont, igen. Milyen jó ötlet, na ezt majd most kipróbálom én. Vannak olyan buszok, aminek ott van egy ilyen hálófülkéje. Igen, mert amiben utazunk, annak is van. Mert hát ugye akkor... sofőr az ott, mert ketten vannak, és akkor vették egymást, és akkor ott alszanak. Ez utána szegény sofőr a folyosó. Igen. De Petra cucca irányban lesznek. Úgyhogy azt szoktam, de igen, egyébként meg ott őrizgatom a lábamon. Hát volt olyan, hogy nem tudom, Lengyelország, vagy volt olyan, hogy Románia, azért ilyen 10 órás buszút, és amikor a lábadat nem tudod sehova rakni, mert a kettő közé így berakod a táskát, így két oldalt így egy-egy talpnyi helyre így benn van a lábad, és akkor már nagyon el vagy zsibbadva, meg gémberedve egy idő után. Hát nekem de, tavaly ez volt végig, de és... van ilyen, amikor... És én idén megfogadtam, hogy én nem fogok 12-15 órákat úgy utazni, hogy teljesen el vagyok így macskásodva, és nem tudok hogy ülni sehol, nem. Úgyhogy lent. Jó lesz az. Hát vagy bent a hálófülkében most már. Ez egy jó trükk. Van-e valami checklistetek, amin végigmentek egy utazás előtt, hogy ne maradjon otthon semmi? Illetve maradt-e már otthon valami? Hát nem nagy utazásnál, hanem csak így városon belül maradt otthon. Nagy utazásnál nem. Imádom a checklisteket, és mindenre írok checklistet. Hétköznapi dolgokra is, meg így utazáskor is, de utazáskor, hogy tudom, hogy valami nagyobb utazás jön, akkor már előtte egy héttel elkezdem, hogy ami nem jut eszembe, amikor írom, akkor még előbb-utóbb a napokban eszembe jut. Úgyhogy ott azért nem nagyon szokott otthon maradni, főleg nem olyan, ami nagyon létfontosságú, mert azért most lehet, hogy valami, amit azt elhozhattam volna, de amúgy meg teljesen felesleges, és tökre meg vagyok nélküle. Azért ott a fontos dolgok nálam vannak. Szerintem így még nem maradt otthon. Olyan már volt, hogy a városon belül elmentem fotózni, úgyhogy csak fölkaptam a cuccomat, mert azt hittem, hogy rendben van, és a laptop otthon maradt az asztalon, és akkor telefonáltam hozzá, hogy esetleg valaki után nem tudná hozni a laptophoz, mert hülye voltam, de egy komolyabb utazásnál nem.
nekem sincs ilyen emlékem, hogy otthon maradt volna bármi, ami mondjuk kellett volna az, hogy el tudjam látni a feladataimat. Én is írok checklistet. Egyet, ami nekem kell, hogy túléljek, meg hogy nem tudom, vegyek fel ilyen-olyan ruhát, meg ezt, azt, nem tudom, tusfürdőt, meg ilyeneket vigyek magammal. Meg van egy a fotós, hogy akkor melyik objektív, de tényleg ez, amit érek ilyenkor, azt pakolom be. Szóval így tényleg így szinte mindent elviszek, ami akár hasznos is lehet, de ilyen még, talán SD-kártyát hagytam otthon, de abból meg egy tartóval van a táskában, tehát most, hogyha egy vagy kettő hiányzik, ott van a másik 8. Szóval így ilyen még nem volt. Neked volt ilyen? Nekem is rá kéne szokni a checklistre, mert én nem szoktam írni, és, de egyébként egyszer volt, hogy egy kártyaolvasót otthon hagytam, ami ugye a CF Express XQD-nél azért para, mert nem biztos, hogy van, de igazából 100 kilométer után erre valahogy így rájöttem, és visszafordultam, és akkor, és akkor utána nagy gázzal még odaértem a meccsre. Pont ezért is szeretek időben elindulni, hogyha valami közben jön esetleg, akkor ne legyen gond, de akkor azért sietni kellett, de ugye ez volt talán a legrosszabb, ami történt, hogy egyszer egy ilyen plusz 200 kilométert kellett menni egy kártyaolvasó miatt. Kártyaolvasom az olyan volt, hogy tönkrement a helyszínen, abból nem volt nálam tartalék, de nem voltam meglőve, mert tehát maga a kártyaolvasó ment tönkre, és nem a USB-C kábel, és összedugtam a gépet a géppel, és ugyanazt tudta. Szóval, hogy valamilyen extrém dolog, amit mondjuk vittetek magatokkal? Semmi izgi? Hát én nem tudok ilyet mondani, ami extrém lenne, és benne van a táskámban. Hát nem kell, hogy benne legyen a táskámban. Úgyse. De miért te hát, ilyen dolgokat szoktál magaddal? Nem szoktam, de hogy volt olyan már, hogy hát mondjuk egy 272-es papír hátteret. Az így repülőn elég extrémnek számított szerintem. Azt hogy vitted el magaddal? Nem, hogy a miért? Szerintem az az érdekesebb, hogy miért. A Grúziában volt férfi EB, amit mentem fotózni, és nem is tudom már, hogy voltak a napok, de hogy azt mondom, péntek délután így felhívott a fotomenedzser, hogy figyelj, van egy kis gond, Grúziába nem lehet fehér papírhátteret kapni. Ami elég hihetetlennek tűnt. Hát azért azt nehéz így lerakni a földre a folytatást. Ja, tudod, és nem csak portrézni, hanem egész szavatos is volt, igen. Meg egy szállodába fehér falat találni, az nehéz. Aha. Na mindegy, tehát hogy nincs. Tudnál-e vinni? És azt mondom, hogy vagy hétfőn utaztam, és ez péntek délután volt, és közben én már haza sem mentem, tehát én Debrecenből mentem Grúziába. Hát és akkor jött a gondolkodás, hogy mit lehetne tenni, fotó plusz telefon, nyilván. Van, nincs, nagy kár, megkérdezzük, van. Jó, de hát már péntek délután van. Jó, akkor azt hétfőn délelőtt elhozzuk neked, de ugye én Debrecenből egyenesen Ferihegyre mentem. Tehát gyakorlatilag ez úgy nézett ki, hogy a Fotoplusz ügyvezető igazgatója megjelent Ferihegyen egy 272-es papírháttérrel, így átadta nekem, megköszöntem szépen, és azzal mentem becsekkolni, ahol ezzel megint nagy sikert arattam tulajdonképpen, hogy én ezt szeretném feladni. De igazából amennyire szürreálisnak tűnt a dolog, annyira egyszerűen megoldódott, tehát egy darabig azért nézegették, hogy ezzel most mi legyen, de végül is mondták, hogy akkor ott az oversize csomagokhoz menjek, és akkor ott fölcímkézték, feladták, ki is jött a végén, úgyhogy tök sima ügy volt. Amíg ki nem értem a taxig, a repülőtér előtt, ott azért ott elkerekedett a sofőr szeme, de valahogy betuszkoltuk a kocsiba, úgyhogy az is megoldódott, és nem tudom, ilyen hajnali 5-kor értem a szállodába ezzel a cuccal, ott is azért néztek, hogy ezzel most itt mit akarok. Elhelyeztük, aludtam egy fél órát, és kezdtük a mulatságot. Soha sem ilyen extrém dolgot nem vittem magammal. Nekem ez talán nem, ez egy izgalmasabb darab volt. Ezt nem tudjuk ugorani. De hogy tényleg ez ilyen hihetetlen, hogy nem sikerült ott beszerezni Grúziába ilyesmit. A grúz jüzgben nem volt egy fehér lepedő. Hát látod, vagy nem. Lehet, hogy lepedő lett volna, én már fotóztam fehér lepedővel is ilyet, az nem volt jó, tehát ott így vasaltuk a lepedőt a szállodába.
nem ajánlom, tehát inkább vigyetek papírra átteret. Inkább valahogy tegyétek fel a repülőre. Ja, hát ezt repülőre azért picit macerás. Meg nyilván pénzbe is kerül, meg mit a tudom persze. Én, de hogy azért meg lehetett oldani szerencsére ezt a kihívást is. De más ilyen igazán extra, az szerintem nekem se volt, de azért ez egy emlékezetes darab. Tehát már bemenni ugye a reptérre a két táska, meg az ember vállán egy papírháttér. Hát ami még így nem annyira személyes, hanem inkább maga a szitu volt így a végére egy vicces. Még tavaly előtt a Tampereben, a Finnországban, amikor mentünk ki a VB-re, akkor is volt itt egy magyar-kanada meccs Pesten, és utána egy géppel mentünk Kanadával, csak őket leraktuk Rigában, mert ők oda mentek, mi meg utána mentünk tovább Tamperébe. És hát fölültünk a gépre, a két csapat, hát mindenki élvezte, hogy itt a hármas helyeken egyesével ül, tehát megtöltötte két csapat a nagy gépet, tök jó, kényelmes, és kupakolták be lentre a cuccokat. És nekünk, a magyaroknak volt másfél tonnányi cucc, ami belett pakolva. Igen ám, csak Kanadának 3,5 tonna. És kicsit több cuccal jöttek. És hát tudod, jöttek, folyamatosan ezek a kiskocsik csak hozták a cuccokat, néztük, hogy minden Kanada emblémás, és hogy hol a vége. És pakoltak, és mondták, hogy hát megtelt. De hát a cuccaikat meg nem hagyhatjuk itt, az valahogy velünk kell, hogy jöjjön, és akkor mondták nekünk, hogy akkor hátul, úgy volt, a gép elé bült Kanada, a hátuljában meg mi. És mondták, hogy akkor a hátsó három sorból menjünk már előrébb, hogy akkor oda még tudnak pakolni. Azt is megtöltötték. Akkor még két sort szabadítsunk fel. 15 sor a végén, plafonig volt kb. Pakolva, hát a székek tetejéig volt pakolva, aztán kerestek nem tudom hány méternyi kötelet, amikkel le kellett kötözniük a zsákokat, mert az ugye biztonságokból az nem maradhat szabadon, úgyhogy körbe kellett mindent még kötözniük. Aztán legalább egy órán keresztül csak még pakolták a cuccukat. Mert hát kis, nem tudom, hogy volt ennek a szervezése, hogy ez hogy ott derült ki, tehát gondolom megkérdezték, hogy hát mennyi a cuccunk, mondtuk, hogy másfél tonna, és akkor ők meg ott gondolták, hogy hát akkor jön még egy csapat, még egyszer ennyi, akkor rendben leszünk. Csak hát Kanada egy kicsit más, és egyébként tehát nekik még ráadásul nem is csak ennyi volt az összcuccuk, hanem nekik még egy adagot oda vittek a VB-re, úgyhogy eszméletlen mennyiségű cuccal mennek ők ilyenkor, tehát ezek a nagy csapatok. Úgyhogy a vége az volt, hogy Kanada halálnyugodtan hármasával ültek, vagyis hogy egyesével a három széken ültek végig, a magyarok meg mindenki már egymás mellett, és mögöttünk a cuncok tömeg. De így vicces volt. Rendesen érezni lehetett, hogy nehéz a gép segge, amikor felszállt a repülő. És utánatok még egy Antonov követte a utas szállított cuncokkal. Igen. Ez is jó. Azt nem gondoltuk, hogy ilyen szűkös lesz, amikor felültünk először a gépre. Hát amúgy nekem van kérdésem így buszos utazóként, mert azért ez teljesen más, ahogy te utazol, meg ahogy én utazom. Én még repülővel, fotós cucca nem utaztam soha. Főleg nem mondjuk egy liga jó voltából, és engem az nagyon érdekel, hogy neked például hogy van ez, hogy te foglalod a repjegyet, ők kifizetik a FIBA-nál, vagy meg ugye a szállást is ebből kifolyólag, vagy neked így mi itt a folyamat a FIBA-nál, amikor utazol? Ez tök érdekes, mert hogy FIBA-FIBA, tehát az 5-5 meg a 3-3, és mégis két tök különböző megoldás. A szállás az ugyanaz, tehát azt intézik, foglalják, azzal semmi gondom, teendőm nincs. A 3x3-as szakágnál ott ők foglalják a repülőjét, és az úgy szokott kinézni, hogy általában de x héttel előtte kapok egy ilyen flight proposalt, és akkor azt megnézem, hogy az nekem azok a átszállások, idők, stb. Azok úgy stimmelnek-e. Ha stimmelnek, akkor mondom, hogy oké, ha nem stimmelnek, akkor általában az van, hogy akkor mondom azt, hogy lehetne mondjuk ez helyette, és általában lehetne, és akkor azt ők lefoglalják. De hogy mindig előtte egyeztetnek, nem csak velem, játékvezetőkkel, tehát akiknek ők foglalják, tehát mindig van egy ajánlott út, vagy úti terv, és ha az oké, akkor megy, ha nem oké, akkor keresünk alternatívákat, de hogy ők intézik. Az ötötnél ott meg az van, hogy legyél itt ekkorra. És akkor jó, nyilván az van, hogy jó, ne legyen azért horrorára a repjegynek, tehát mit tudom én, x euró fölött van, akkor azért beszéljük át előtte, de hogyha mit tudom én, így Európán belül 300-400 euró alatt van, akkor jó, foglald, de aztán rendben van.
Úgyhogy igazából ez egy érdekes különbség. Nyilván nem teljesen egy cég, de hogy egy lényegben azért globálisan egy szervezet, de mégis máshogy intézik ezt a dolgot. Én egyébként szeretem azt, hogyha saját magam tudom ezt intézni, mert akkor meg tudom találni azt, ami tényleg számomra a legkedvezőbb. Ugye én Pécsről indulok neki, tehát akkor Pestre azért még fel kell jönni, tehát mint egy reggel, nem tudom, 10 órás indulás se olyan jó, hiszen akkor azért már ilyen, nem tudom, 6 előtt el kéne indulni Pécsről, akkor mint a 17:30-kor elindul az ember, akkor azért föl kéne kelni 4-kor, tehát az már nem esik jól. Akkor tényleg megkeresem azt, ami optimális. Egyébként pont ez a Grúzia volt olyan, hogy így beállítottam azon az oldalon, ahol én szoktam repjegyeket keresni, hogy mi lesz, hogy lesz, és így egy járat jött ki a kiindulás, nem tudom, 1500, és mire beállítottam mindent, így egy. Mondtam, hogy ez tökéletes, hát de hogy akkor nagy szívás lesz, ha ezzel a járattal valami történik. És nyilván történt. Tehát nyilván törölték azt a járatot, és akkor így lett az, hogy ilyen éjszakai, meg hajnali 5-re értem oda, és 8-kor már kezdtük a fotózást. Tehát, az nem esett el jól, de tényleg megvolt, hogy akkor ez így. Kihalszom magam Debrecenbe, kényelmesen elérek a reptérre, odaérek este, beállítjuk a stúdiót, alszunk. És akkor mondta a légitársaság, hogy nem, ez nem így lesz, hanem akkor átfoglalhatok egy másik jegyre is, vagy egy járatra, ami nem tudom, 8 órával később indult. Úgyhogy néha nem adja ki, de hogy én szeretem tényleg megtalálni azt, ami minden szempontból jó. Ugye itt utazás kapcsán még az is segíthet, ha mondjuk törzsutasok vagytok valahol, mert ha mondjuk törzsutas vagy, akkor hiába ekonomin utazol, a business classnél csekkolsz be. Ahol nem fogják annyira méregetni a táskádat például. Tehát ilyen szempontból ugye érdemes valamilyen légitársasághoz vagy szövetséghez ragaszkodni, és akkor az ember elér valamilyen szintet a programjukba, akkor már sokkal egyszerűbb az élet. Vihet plusz egy feladott csomagot, vagy plusz 20 kilót, business class pultnál csekkol be, és akkor tényleg nem foglalkoznak ilyenekkel, mint hogy hány kiló a hátizsák. Úgyhogy ezt is szerintem érdemes, ha valaki utazik azért rendszeresen repülővel, akkor erre érdemes figyelni. És van, mikor mondjuk egy ilyen flight proposalt azért inkább megkérdezem, hogy lehet-e más, hogy mert hogy akkor inkább gyűjjenek azok a pontok, és legyen meg jövőre is a megfelelő szint, és akkor egyszerűbb az egésznek a logisztikája. Úgyhogy meg tűnik azért eléggé. Igen. Ja, úgyhogy általában így működik a dolog. Tehát van, ahol azt mondják, hogy mindent inkább ők intéznek, mert megvan rá az utazási irodájuk, nyilván olcsóbban tudják megoldani, de van, ahol azt mondják, hogy így ráhagyják az emberre, és akkor oldja meg ő, mert akkor tudják, hogy rugalmasabb a dolog. Uh-huh. És akkor itt megvan szabva, hogy ennyi cuccot vihetsz magaddal, de mondjuk, hogyha van plusz táskád, akkor szóljál, vagy hogy szokott ez kérdezni, hogyha ők intézik a repjét, mert ha te, akkor ez nyilván... Hát általában az van, hogy egy standard jegy, tehát egy kézipodgyász, egy feladott podgyász. És hogyha azon túl kell valami, akkor nyilván azt már egyeztetni kell. De hogy ebbe azért bele szokott férni az ember, mondjuk az nem mindegy, hogy kivel repül az ember, hogy 23 kiló a feladott, vagy 30, vagy esetleg 32. Hát a 23-ba úgy nehéz beleférni, hogy benn van még két Magic Arm, nem tudom, magában 4 kiló, meg egy 80-200 másfél kiló, tehát hogy az úgy nehéz, de hogy a 30-ba azért úgy jól bele lehet férni, vagy legalábbis abban én már bele szoktam férni, és akkor tényleg van nálam minden. De hogy ez is egy tök fontos szempont, hogy melyik légitársaság, hogy kinél mi az alaplimit. Hát nagyon más, ahogy én utazom. Tehát nekem ez egy tök izgalmas téma, és várom, hogy én is eljussak ide, hogy... Vagy nem tudom, hogy várom, mert azért, amiket meséltetek így a korlát. Security check, meg ilyenek. Én emiatt nem szeretném utazni, mert az mindig egy korlát. Igen, igen. A busz meg az autó az több mindent elvisz. Főleg, hogyha busszal elérhető, akkor általában. De még van olyan is, hogy csapatrepülővel utazik, viszont egy kis busz kimegy. Néhány olyan cuccal, ilyen nagy guruló rekládákkal, meg egyebekkel, amiket nem tudsz egyszerűen reptetni. Azokkal kimegy egy kis busz, legyen az akárhol. És akkor még oda úgy be lehet ügyeskedni,
oda be lehet ügyeskedni egy-két dolgot, mint egy kameraállványt, vagy valamit, amit el kell vigyek, mert meg kell csináljuk ott interjúkat is mondjuk meccs után, de tudom, hogy a reptéren nem akarok vele átbumlizni. Hát igen, de szerintem megvan az előnye annak, hogy repülsz, például hogy nem ülsz 15 órát a buszon. Tehát nekem ez például ez már egy óriási pozitívum lenne, hogyha mondjuk 3 óra alatt tudok eljutni A-ból B-be, és nem 15 órán keresztül megyek csak oda, és még ugye vissza is kell jönni, úgyhogy én azért feláldoznám ezt a mindenféle limitációkért a reptéren, aztán ki tudja simát, hogy nem mérné meg, mert tényleg annyira szőrszálasogatóan belenéznek mindenben, meg szét akarják szedni az objektívet, hogy nem annyira lenne szimpi, de tényleg mondjuk van az a hely, mondjuk nem tudom, Koreában azért nem lehet eljutni busszal olyan könnyen. És van valami praktikád egyébként, hogy vészeled át ezeket a buszos utakat, vagy tudsz aludni a buszon? Az abban nem tudok aludni, és azt szoktam csinálni, hogy amikor oda megyünk, az egy napközben van általában, és ezen gondolkoztam pont, hogy mit csináljak ezen a baromi hosszú úton, ami előttünk áll, és tavaly nekem az vett be, hogy nem csináltam semmit, mert azért az évnek a nagy részében, nagyon viccesen hangzik, meg furán hangzik, de az év nagy részében mindig csinálok valamit. És itt viszont rá vagyok kényszerítve arra, hogy ne csináljak semmit, mert nem áll rendelkezésre minden eszköz, amivel nem tudom, szoktam otthon. Nem. És hát filmet nézek például, nézek ki az ablakon, amúgy nagyon szép a táj, tehát tényleg így próbálok kikapcsolni és készülődni mentálisan arra, hogy utána viszont 5 órát vagy 6-ot leszek kint a tűzőnapon a 40 fokban, és teljesen fáradtan fogok hazaérni Székesfehérvárról Vácra, majd 3 nap múlva. Tehát ilyen, igen, és úgy, hogy nem alszok sokat a buszon, a rekordom az tavaly 3 óra volt, úgyhogy így eldarabolva ilyen fél órákban, mert hogy egyszerűen nem tudok aludni a buszon, és felhasználom arra, hogy szerkesztek, és megcsinálom a képeket, és mire hazaérek, én nem nyúlok cucchoz, kisapakolok, csak utána, hanem hazamegyek, zuhanyzok, és alszok. Tehát így ez vált be, úgyhogy próbálok így kicsit így kikapcsolódni, mert amúgy meg nem annyira lehet, mert mindig kell csinálni tényleg valamit. Neked megy a buszon alvás? Én simán alszok akár, hogy ki vagyok tekeredve. Hogy csinálod? Én volt olyan, hogy a lábam már elzsibott, mert lent volt a fotóstáska, fölvettem az ölembe, és azon így elaludtam. Én simán elalszok. De hogy csinálod? Csak így leraknak valóban és kész? Aha, nekem ez így működik. Az se érdekel, ha neki dőlök az ablaknak, és az azért reszket a fejem, meg kocok hozzá, én ilyeneken simán elalszok. Meg mindig történik valami busz, nem tudom, ott, ahol ti mentek így buszos út, vagy nem tudom, Viktor, egyáltalán nem mész. De hogy ott milyen így a hangulat, de tehát a hoki csapatnál nagyjából szerintem két verzió van. Van a busz hátulja, ahol megy egy pókerparti mondjuk, mert hoznak egy deszkát, amit befektetnek, és van asztal, akkor lehet kártyázni. Meg van az a rész, ahol középen is alszanak, meg mindenhol alszanak, meg mindenhol keresztbe fekszenek, és lógnak össze-vissza a lábok. És akkor egy pár órát hátra megyek, nézem, ahogy kártyáznak, vagy eldumálunk, vagy valaki mellé odaülünk, akkor beszélgetünk, akkor utána egy jó kis ninja warrior, mire a lábokon és a székeken keresztül visszajutsz a helyedre. Így nem tudom, hogy eltelik az idő. Kicsi alvás, kicsi duma, kicsit hülyeskedik az ember. Hát nem tudom, legutóbb, mikor én busszal voltam egy tornán, akkor egy magyar csapattal együtt mentem. Nem emlékszem, hogy U18, U20 volt talán. És ugye ott volt egy ilyen záróbankett, ami hát azért így belecsúszott az éjszakába. Ez U20 lehetett inkább. És megbejön, hogy akkor majd holnap valamikor elindulunk, és akkor így nem tudom, hajnali 2-kor, akkor valaki kitalálta, hogy jó, akkor induljunk-e 6-kor. És akkor mindenki aludt a buszon, de hogy az összes játékos, én meg így itt ültem, és én sem tudok aludni a buszon, tehát hogy itt, az szörnyű volt. Még eldöntöttem, hogy ilyen utakat nem biztos, hogy így fogok bevállalni, akkor inkább beülök az autóba, és akkor levezetem ezt, de... Hát én meg most nagyon örültem volna, hogyha busszal mehetek át Klagenfurtból a női feljutás, akkor azért azt megünnepeljük. Ráadásul pont úgy volt, hogy 7-én vége volt az egyiknek, 28-án között, a másik vagy 8-9, mindegy, egyiknek egyik nap vége volt, ünneplés, azért kortyolgattunk este a szállodában nem csak vizet, és reggel meg indulni kellett, és tudtuk, hogy 9-kor
9-ig el kell, hogy hagyjam a parkolót, mert lezárják az egész utcát, mert jön a bicikli verseny, és hogyha akkor nem megyek, akkor majd délután. És hát aznap már meccs volt Bolzánóban, úgyhogy át kellett jutni, nem volt olyan opció. Na most sikerült elaludnom az ébresztő órán, 9 óra 5-kor kipattant a szemem, fölfogtam, hogy 9 óra 5 van, így szerencsére össze voltam pakolva este, mert gondoltam, hogy valami malőr azért lesz reggel. Minden maradék cucc így csak behajít, indulás le, és még éppen kijutottam, úgyhogy óriás már az ott nem esett jól vezetni. Nem volt annyira nagy, mert 4,5 óra alatt meg lehetett járni. De ott nem esett jól, nem esett jól vezetni. Beesni oda a meccsre, a meccs előtt odaérsz, hogy 2 órával ott már, vagy 2,5 órával, 3 órával, vagy így értem oda. Tehát ott már nem, ott már nem dőlsz le aludni, meg nem csinálsz semmit, ott már elkezdett szöszölni. Úgyhogy az, mivel tudok aludni a buszon, ott nagyon jó lett volna a buszon zötyögni egyet. Hát most, most szerintem nagyon nem szeretünk téged. Nem annyira. És az a legrosszabb nálam, hogy tényleg elképesztően fáradt vagyok ilyenkor, teljesen ki vagyok merülve, és annyira idegesít, hogy nem tudok aludni, hogy lehet, hogy már ezért sem tudok aludni, mert ideges vagyok. De tényleg szörnyű, hogy nem, pedig annyira aludnék én, és vettem ilyen kis cicás nyakpárnát, kis takarót, ilyen szemmaszkot, hogy sötét legyen, és egyszerűen nem. Úgyhogy, hát ja, szállodában jobb aludni. Sokkal, igen. Tudod én is, hogy Romániából hazafele lerobbant a busz az autópálya mellett, az éjszaka közepén, hétvégén, most kiveszi fel akkor a telefont, hogy küldjé már egy cserebusz senki, és ott álltunk vagy 6-7 órát, de mivel lerobbant a busz a tél közepén, már nagyon hideg is volt, de igazából ott is simán elbubiskoltunk. Eldöltünk magunkra, tettük a kabátokat, aztán akkor majd szóljatok, ha jött egy cserebusz. És ha szállod, akkor ilyen szállásfoglalást azt gondolom intéznek. Nekem csapat intézi. Ami van, ott alszunk. Mondjuk tök jó szállodákat szoktak foglalni, sokszor saját szoba is van, mert hogy így általában a főnökömmel közösködtünk. Az első két meccsen volt az, hogy így együtt egy szobában voltunk, és akkor utána meg így nem jött el valaki, és akkor felszavarult egy szoba, és akkor... Ami tök jó volt, mert akkor így mindenki a saját napi rendje szerint tudta intézni dolgait, kis pihi, mert azért hosszú utakat tettünk meg busszal, meg másnap azért ott kell lenni fejben, meg azért fizikailag is jó, hogyha ki van pihenve az ember, és tök jó hotelekbe szokott vinni a csapat, úgyhogy ez pozitív, kényelmes ágy minden, úgyhogy... Az állunk is csapaton keresztül megy mindig. Az ilyen VB-ken általában van egy ilyen darabszám, hogy meddig állja a Nemzetközi Szövetség a csapatnak, fogalmam sincs, mondok egy hasonlítok, 18 szoba van, amit állnak, és akkor a fölött, amit viszünk stábtag, az meg már extra fizetős, mármint a hazai szövetségnek. És akkor emiatt, mivel általában azért túllógunk, és extra fizetős, azért általában párosával szoktunk lenni, de hát most egy médiás kollégával, hogyha együtt vagyunk, az teljesen működőképes szokott lenni. Bár nem panaszkodok, mert most is külön szoba volt a fiúknál. A nőknél meg tök jó nagy szobát kaptunk, úgyhogy ott meg nem volt baj, hogy ketten vagyunk. Egyszer volt egy vicces, ami akkor azért így megdöbbentem, amikor odaértünk, azt mondom, hogy Dánia volt női VB, és egy ilyen bed and breakfastben voltunk külön téve, mint a csapat, így ketten médiások, és ez szó szerint akkora volt az ágy, hogyha így fölálltam így, akkor két oldalt le tudtam állni, és közöttem volt az ágy. Tehát annyira keskeny volt, hogy nem tudtam gurulva oldalra fordulni, hanem csak, hogyha áttettem magamat így a saját tengelyem körül. De a végére nagyon, ott voltunk egy hétig, tök jó ilyen kis csapatépítő piknik hangulata volt, ráadásul az egyik csajnak a férje, már akkor is igen férje volt, ő meglepetésszerűen kiutazott Dániából, hogy meglepje. Viszont ő elindult egy hátizsákkal, és nem volt se szállása, se semmilyen. Nekünk meg akkora volt a szoba, hogy volt benne ez a két ilyen, hát ilyen kis ifjúsági ágy, meg volt egy nagyon kényelmetlennek kinéző, ilyen ledönthető kanapé-szerű valami. És hát mondtuk meg, hogy figyelj, van egy nagyon rossz lehetőséged, de igazából gyere és ingyen van, feküdj ide be hozzánk. És hajnal 4-ig így eldumálgattunk, olyan volt, mint egy osztálykirándulás, tehát egy katasztrófa szoba volt. Nem szeretnék ilyet kapni még, de egyébként így megvolt a hangulata.
Nekünk volt egy pont ezzel ellentétes, egy baromi nagy ilyen apartman házat kaptunk meg, külön apartmanokkal, de hogy volt benne medence, biliárdasztal, pingpongasztal, iszonyú nagy bár telepiával. Mondták, hogy mit akartok, nyissatok ki. Azért az elég jó, az igen. Elég jó körülmények voltak. Az nem volt rossz, igen. Tehát nem az a klasszikus szállodai szoba volt. Ja, de hogy ezeket általában egyébként a Fibánál is ott ugye egy helyen foglalják általában a Fiba stábnak, meg a játékvezetőknek. Tehát, hogy általában egy ilyen közös hotel van, úgyhogy ott nagy varia nincs. Ami most ilyen érdekes történet, ugye Párizzsal kapcsolatban, hogy ott utána előtte én még foglaltam magamnak szállásokat, mert a 3x3-ra megyek én igazából hivatalosan, de az nem tart elejétől a végéig az olimpiának. De nyilván ott maradok, és arra kellett még külön foglalnom saját magamnak szobát. Hát az nem egyszerű történet egy olimpia idején. Tehát egy Párizs egyébként se egy nagyon olcsó hely, de nem egyszerű. Úgyhogy azzal voltak kalandok, volt egy pár foglalásom, amit töröltek is, tehát ugye a szálloda így egyszer azt mondta, hogy hát neki ez így nem éri meg, nyilván nem ezt kommunikálta, hanem valami mást, és akkor így kidobta a foglalás, de hogy elvileg azért most megvannak a foglalások, de hogy ezeket úgy foglaltam, hogy annál a láncnál, akinél én szoktam foglalni, mert ugye ott is jó a törzs program, így van, hogy ott tudtam pontosan azt, hogy 405 napra lehet előre foglalni. Úgyhogy megnéztem olimpia kezdési dátuma, mínusz 405 nap, 0 óra 1 perc, tak, első éjszaka lefoglalva, és ez 3 éjszakáig egyébként tök jól ment, aztán rájöttek, hogy nyilván nem én voltam az egyetlen ilyen elvetemült, és akkor utána már nehezebb volt csinálni, de hogy iszonyat árak vannak egy ilyen eseménynél, azt el nem hiszitek, tehát azt néztem, ahol a ugye 3x3-nál leszünk, pici szoba, nyilván Párizsban sose nagy, de nagyon közel, tehát sétatávolság mindenhez, és ilyen, nem tudom, egy éjszaka volt ilyen 800 000 forint, elképesztő dolgok. Gondoltam, hogy átfoglalok oda, hogy ne kelljen egyik szállodából a másikba átmenni. De Forma 1 Monaco szint. Igen, de és gondolom, ők nem ennyiért foglalták még annak idején, de hogy most így nem mentem át inkább abba a szállodába a maradék napokra. Nem volt kedvem. De hogy egyébként ilyenekkel meg jó tisztában lenni tényleg, hogy melyik láncnál mik a szabályok, és mondjuk ezekkel azért meg lehet lepni néha őket, mert nem. És ott se az volt, hogy minden szállodában nyitva volt a lehetőség 405 nappal, tehát van Párizsban 1000 szállodájuk, ebből mondjuk 10 volt, aki nem kapott még észbe, hogy ott egy olimpia lesz, és akkor azokból lehetett válogatni. És akkor egy 3 nap múlva ezek is elmúltak. És akkor igazából utána, tehát amikor meg még ott maradok, ott meg az volt a mázli, hogy nyílt talán most ebben a hónapban egy új szálloda, és ott még volt. Valahogy így adtak még szobát a törzstagsággal, és remélem, hogy be is engednek majd ezekbe a egyszer megunod a fotózást, akkor nyitsz egy utazási irodát. Rébai Tours. És minden praktikát, minden kis hátkét, vannak. Vannak ilyenek. Osztogatva minden nagyobb utazás mellé egy ilyen Rébai Tours-os kabát, ilyen nagy zsebekkel. Az nagyon fontos. Ez lesz az ilyen repi ajándék. Így van, lehet benne vinni bármit, nem kell fotós cuccot vinni. Igen. Ugye amiről nem beszéltünk még így a repülős utak kapcsán, hogy nyilván azért para ez az egész, mert nem adott fel a cuccodat, mert bármi történhet vele. És én erre már 1000-szer megkaptam, meg rengeteg fórumon olvastam hasonló problémák esetén, de hát alap, hogy biztosítást kötünk rá. És ez nem olyan egyszerű, mint hogy ezt a kommentelő gondolja valószínűleg, mert hogy nyilván köthetsz utasbiztosítást rá, de arról beszéltünk is, hogy az csak egy nagyon minimális fedezetet nyújt, tehát hogy egy ilyen fényképezőgép objektív párosra az esélytelen.
És nyilván nem is erre gondolnak ilyenkor legtöbben, hanem arra, hogy a fotós eszközeidre kösse egy biztosítást. Ilyen mindenre kiterjedő kockázatra. És ez egy nagyon jó ötlet, csak hogy Magyarországon ilyen nem igazán van. Tehát, hogy én ennek nekifutottam többször, kétszer-háromszor legalább, és vannak ilyen biztosítási termékek, nagyon limitáltan, de mindegyikben van valami olyan, ami nekem így nem felelt meg. Tehát például olyan, hogy azt mondja, hogy a telephelyen használat közben biztosítja. Uh-huh. Na most ezt kiviszed egy jégkorong meccsre, egy foci meccsre, ez nem működik. És általában ilyen megkötések vannak ezekben a biztosításokban. És külföldön ezek egyébként elég sok helyen jól működnek, nyilván országtól is függ, de ahogy Magyarországon én ilyen terméket nem találtam. Úgyhogy egyébként, hogyha így a hallgatók, nézők közül bárki ismer ilyet, azt örülnénk, ha megírná, mert hogy szerintem erre lenne érdeklődés. És ilyen szempontból azért ez egy nehéz döntés, hogy ott vannak az értékes eszközeid, de hogy nincs meg az a szabadságod, vagy nem tudom, hogy egy ilyen biztonságérzeted, hogyha valami történik vele, akkor az a te sarad lesz. Igen. Hát nekem egy dolgot ajánlottak, amikor vállalkozó lettem, akkor én utána, vagy megpróbáltam utána járni ennek, és akkor azt mondták, hogy a lakásbiztosításhoz lehet ilyen kiegészítőt kötni. Mondtam, hogy oké, albérletben élek, nem az én házam, lakásom, mit csináljak vele? Hát azt így nem tudják. És akkor így kérdeztem tőle, hogy jó, de ha lenne házam, akkor hogy lenne? És akkor mondta, hogy ott is valami 500 ezer forintos limit volt, ami így... Meg az addig működik, amíg a igen, lakásban igen, történik. Igen, igen. És ott kérdeztem is a hölgyet, hogy tud-e bármi ilyesmit, és ő is mondta, hogy nem. Szóval, ha bárki tud ilyet, akkor Légy, írjátok meg. Hát igen, szerintem is abszolút. Egyébként volt... Magyar Újságírók Szövetségének például volt egy szerződése egy biztosítóval nagyon-nagyon régen, de hogy elmúlt pár év alatt, mert hogy nem volt rá egyébként érdeklődés a fotós szakma részéről, ami számomra egy picit meglepő volt, de ott se voltak azok az igazán jó feltételek, hogy tényleg viheted magaddal, és tényleg a legtöbb, amit találtam, hogy Európai Unió. Tehát, hogy ott még, de ott is azért már viszonylag kötött feltételekkel, de hogy még a világra kiterjedő, vagy világ legtöbb országára kiterjedő, olyat egyáltalán nem találtam. Meg ugye az még egy macera vele, hogy mondjuk kölcsöneszközöket bevenni, kitenni egy-egy eseményre, tehát hogy ilyen rugalmasság se nagyon van benne ezekbe a biztosítási termékekbe. Úgyhogy... Ja, tehát hogy ez jó lenne, biztos, hogy azt mondom, hogy élnék is ilyen lehetőséggel, hogyha lenne, de hogy sajnos nem találtam ilyet még. Hát kicsit lehet, hogy elég szűk az a kör, aki szeretne ezzel élni, ezzel a lehetőséggel is. Hát meg ezért egyszerűen nem éri meg. Meg nyilván nagyon sok visszaélésre is ad egy ilyen lehetőséget. Nyilván ez is benne van, hogy a biztosítónak se feltétlenül éri meg. De tényleg a lényeg az, hogy ez jó lenne, meg igen, ez az alap lenne, alap kellene, hogy legyen, de hogy ez nálunk nem elérhető igazából. Szerintem egyébként lenne rá kereslet, mert most, hogyha eltekintünk a sportról, és mondjuk egy portréfotós nézünk, aki kevésbé kockázatos környezetben dolgozik, mint mi, és ez a munkaeszközede sérülhet, én azt gondolnám, hogy ő is beszeretné biztosítani, hogyha nem tudom, bármi történik vele. És ha nem utazik annyit, akkor meg nem biztos, hogy egyáltalán eszébe jut az, hogy ő azt úgy be akarja biztosítani. Igen, de én nem feltétlenül sarkítanám ki arra, hogy utazok, hanem hogy önmagában használom a felszerelésemet, akár mondjuk országhatáron belül is. És hogyha történik vele valami, akkor van rá egy olyan átfogó biztosítás, ami nem tudom, fedezi valamennyit mondjuk a javítási költséget. Az sem szerintem egy rossz nézőpontja ennek. De igen, kérdés, hogy most azt mondod-e, hogy ez neked megér, mint éves szinten 2-3-400 ezer forintot. Úgyhogy olyan területen dolgozol, ahol egyébként elég kicsi ennek a kockázata. Ez is igaz, igen. Hát ilyen biztosítói oldalról azt hiszem nem fogjuk megfejteni, de hogy azért biztos, hogy lenne olyan terület, ahol van rá igény.
Köszönjük szépen, ezek voltatok mára, vagy voltunk mára. Voltatok. Főleg mi. Meghallgattuk Viktor utazási élményeit. Amúgy szerintem egy csomó hasznos információ volt benne, úgyhogy én nem utazok repülővel, de remélhetőleg egyszer fogok. Gondolom neked is. Én meg nem ennyit, úgyhogy bőven volt benne hasznos info. Igen, meg bízom benne, hogy a nézők is tudtak ebből valamit így elvinni. És hogyha van még bármi téma, amire kíváncsiak vagytok, akkor kommentben jelezzétek nekünk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.